Újabb köztérrel gyarapodott Mosonmagyaróvár. A régi Vámháztér mellett található zöldövezet rekonstrukcióját pár hónappal ezelőtt kezdte meg az önkormányzat. A két évvel ezelőtt megvalósult ütemmel együtt gyakorlatilag Mosonmagyaróvár legszebb arcát mutatja a külföldről érkezőknek. Az ünnepélyes átadón Kis Miklós evangélikus lelkész Isten áldását kérte az új térre. Hálásan köszönjük neked, hogy azzal is gondoskodol életünkről, hogy emberhez méltó, kényelmes életkörülményeket adsz az embereknek. Így, és ezért köszönjük meg neked, hogy ezt a közösségi teret, a városnak ezt a parkját megszépülve adhatjuk át a pihenni vágyó embereknek. Majd pedig a résztvevők megtekinthették az újonnan kialakított zöld övezetet. A fű is gyönyörűen zöldel, nem tudom, hogy csinálták, de aggódtam miatta, hogy idén már nem fog kihajtani a fűt, egy gyönyörű lett. A kivitelezőben már kialakult egy koncepció az elmúlt évek során, ez alapján készülnek az új közparkok a városban. Főként arra törekszünk, hogy örökzöld évelők és megfelelő fa ültetésére kerüljön sor, és a februártól késő őszig virágzású növények jelenhessenek meg a parkba, hisz egy nagyon fontos, hogy egy közterületen ugyanazt a hatást tudjuk elérni, mint valaki a saját kis kertjében. A kialakított tér különlegessége a beépített félautomata öntözőrendszer, ez segíti a zöldövezet folyamatos karbantartását. Az új parkot nagyjából két éven belül lakják be a növények. Városunk egyik legnagyobb közterületi parkja pályázati forrás nélkül az önkormányzat finanszírozásában szépülhetett meg. A város saját erejéből, saját elhatározásában most már, ha kisebbeket nem is veszem, 3-4 nagy közterületi rehabilitációt végzett. Így együtt a két ütem itt a régi Vámház téren tényleg egy olyan központi helyen fekvő, szép látványt adó, esztétikus körülményteremtő parkfelújítás, amit egyaránt használhat a kórházba látogató minden ember, meg a városi polgárok is. Több parkfelújítást tervez még Mosonmagyaróvár önkormányzata. A tervek szerint hamarosan a többi városrészben is megkezdik a zöld felületek korszerűsítését.